Böde Dániel vagyok, nézitek ti is a Zeneshow TV-t. Igen, ez az. Jaj, ne már megint. Valószínűleg hasonló reakciókat váltott ki a magyar szurkolókból a vasárnapi 2016-os franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság selejtező csoportjának sorsolása, amikor a magyar válogatott mellé Romániát húzták. A világbajnoki selejtezők után ismét. Mindenképpen jó, hogy összekerültünk. Szurkolóink is ezt óhajtották, ahogy ez a Nemzeti Sport online szavazásából ki is derült. Mindent összevetve azonban én úgy gondolom, hogy a román csapat valamivel erősebb. Ha megnézzük, játékosai iránt továbbra is nagyobb a kereslet az európai piacon. Akiket szerződtetnek, azok nagy valószínűséggel kezdőcsapatbeli játék lehetőséghez jutnak. Ilyen szempontból még mindig előrébb tartanak, bár hozzá kell tenni, hogy azért a román játékosok sem érvényesülnek már olyan könnyen az európai, főleg top bajnokságokban, mint az elmúlt évtizedekben. Romániában hatalmas az öröm, sőt a korábbi kiváló labdarúgó Viorel Moldován szorgalmazta, hogy a szövetség már foglalja is le a franciaországi szállást, mert most még elég olcsó. Viktor Picurka szövetségi kapitány azonban mindenkit óva intett. Kitért a csapatába uralkodó gondokra is, és pedig arra, hogy a játékosainak nagy része a klub csapataiban nem kap szerepet, és ez egy nagyon negatív dolognak tartja. A románokat ugyanolyan esélyeseknek tartom, mint a magyarokat, vagy a fényeket, vagy a híreket, a görögöket. Nagyon ritka ilyen csoportot találni, ahol ennyire örül mindenki mindenkinek, és azért a csalódás valamelyik csapatnak nagyon nagy lesz. A magyar válogatott az annyira leterült, annyira önbecsület lesz benne, hogy tényleg le tudjuk győzni a románokat idegenbe, és meg ott is mert ott a pofoncsapás, amit nem szabad a románoknak ilyen gyorsan előre gondolkodni. Már a szeptember 6-ai bukaresti mérkőzésre is felkészültek a rendvédelmi hatóságok, több incidens is történt a stadionban és azon kívül. Az október 11-én rendezendő VB selejtezőre már most nagyobb erőket mozgósítanak Romániában, sőt elképzelhető, hogy a két szövetség megegyezése alapján egyik találkozóra sem utazhatnak vendégszurkolók. A két szövetség hogyan fog megegyezni? Tehát vagy az lesz, hogy jóval inkább oda fognak figyelni arra, vagyis a vendégszurkolókra, vagy az lesz, mint a szerb-horváton, hogy gyakorlatilag a két szövetség megegyezik, hogy akkor innentől kezdve többet nem jönnek a vendégszurkolók meccsre. Sőt, ezt is én ezt valószínűleg tartom. A két válogatott eddig 23 alkalommal találkozott egymással, ebből 11-szer magyar győzelem született, azonban a román válogatott eddig 6 sikerét az elmúlt 7 mérkőzésen aratta. Bár a szurkolók szerint ez minden idők leggyengébb román csapata, a szakértők úgy vélik, kétséges, hogy látjuk-e valaha ismét olyan rosszul játszani Viktor Picurka együttesét Magyarország ellen, mint a tavaly márciusi budapesti világbajnoki selejtezőn.